Az adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba. Fenyőgalyakból készül 4 gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Az adventi időszak és az adventi gyertyák színe hagyományosan lila, kivéve egyet. A gyertyagyújtás sorrendjében a 3. gyertya rózsaszínű. Ma már azonban gyakran eltérnek ettől. A felhasznált díszek színükben, formájukban és anyagukban is sokfélék lehetnek. A tervezésben természetesen én gondolkodtam, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani. Barkóczi Laci cége felvállalta az alapnak, a hegesztett alapnak az elkészítését, és hát ezt helyeztük a kút köré, és erre ment a díszítés, a dekoráció. Ugye olyan anyagokból készül, amit Magyarországon is megtaláltak, az a fenyő, amiből készült, ami rajta van, az itt nálunk honos fenyőféleség. És a dekorációban is arra gondoltam, hogy egy kicsit ilyen kézzel készült, egyszerű kis díszek, ami valamikor a régi hagyományos karácsonyokkor is készültek, azok kerüljenek rá. A színeiben is maradtunk a hagyománynál, nem igazán az egyház követelményeinek megfelelő színeket raktunk fel, mert fehérek a gyertyák, és piros, és kicsit ilyen rostos anyagokkal vannak díszítve, vagy van díszítve a koszorú. Közép-Európa katolikus vidékein régóta elterjedt szokás, hogy a karácsonyfa állítás mellett Jézus születését, a pásztorok és a 3 királyok látogatását ábrázoló figurákkal berendezett jelenetet helyeznek a karácsonyfa mellé. Mintája az a mai is élő középkori eredetű egyházi hagyomány, hogy karácsonytól vízkereszt ünnepéig a templomokban nagyobb, szinte színpadi hatást elérő szoboregyüttest állítanak fel a születés barlangját vagy istállót ábrázoló háttér elé. A Betlehem ezúttal a katolikus templom mellett kapott helyet. Nagyon ide összpontosult a térre, a Petőfi szülőház elé mindent, és szerettük volna egy picit kinyitni ezt a teret, úgyhogy legyen átjárhatóság, hogy bekapcsoljuk a tér többi részét is, vagy a városközpont valamennyi részét. A másik, hogyha már karácsonyról beszélünk, akkor ez egy nagyon szép üzenete, hogy összekötöttük a teret a katolikus templommal. Egy kicsi zarándoklatot kell tenni a közönségnek ahhoz, hogy ott el tudjanak csendesedni. Itt a karácsonyi forgatagban, amikor ugye szól a zene, amikor itt forradborozás van, egy picikét úgy mellőzve volt a betlehemi jászol is, és hát az adventi koszorú se biztos, hogy a rendeltetésének megfelelően állt a helyét minden egyes vasárnap. Advent első hétvégéjén ünnepi díszbe öltözött a központ is. Nem csak a villanyoszlopokon, de a fákon és a városházán is kigyúltak a fények, a város karácsonyfája pedig megszokott helyén a művelődési központ előtt jelzi az ünnep közelettét.